Jó reggelt kívánok! December 20-án, szerdán, ez itt már a napindító kezdjük műsorunkat, én Zavaros Eszter vagyok, itt vagyok a Ganner Barna külpolitikai szerkesztő kollégámmal, és itt van velünk Somkó Tibányi biztonságpolitikai szakértő. A következő témákat fogjuk a két háborúval kapcsolatban érinteni. Az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban vezető hírként most ugye minden portálon ez olvasható, hogy december 19-én egy nappal Vladimir Putyin után Volodymyr Zelenszky ukrán nagyszabású sajtótájékoztatót tartott. Itt a 2020 23 évnek a katonai eredményeit elmesélte, illetve arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel milyen beszélgetést folytatott, de természetesen a nyugati támogatás is szóba jött. Egy 41 éves férfi gránátokat akart csempészni Kárpátaljára, de az egyik ellenőrzőponton lefülelte őt a kárpátaljai rendőrség, ezzel is foglalkozunk, és az orosz csapatok kupjánk Szlimán és Bakmut irányába nyomulnak erőre, hogy újabb településeket foglaljanak el Donetsk és Harkiv régióban. És ami az háborúra vonatkozik. Az vezetők hírként szintén nagyon fontos, hogy az izraeli hadsereg újabb a Hamas terrorszervezet építette alagútakat keres a gázai övezetben, és az ENSZ a Hamas és az Izrael közötti konfliktusban újabb tűzszünetet próbál elérni a leendő elkövetkezendő időszakban. Aztán érkezik majd hozzánk Tóth Máté energiajogász Vele Többek között arról is beszélgetünk, hogy Bulgária visszavonta a gáz törvényt, és Németország megszüntette az elektromos autók vásárlási támogatását és természetesen kikapcsolunk hogyha hogy az Szkárpátaljára megkérdezzük, hogy Ukrajnában Kárpátalján milyen visszhangja volt Volodymyr Zelenszky sajtótájékoztatójának. Most jön háborús összeállításunk, azt pedig Ganner Barna külpolitikai szerkesztő kollégén fogja a legfrissebb híreket elmondani a háborúval kapcsolatban. Újabb tűzszüneti határozottal próbálkozik az ENSZ a és Izrael közötti konfliktusban. A korábbi javaslatok egyebek között az amerikai vétó miatt nem valósultak meg. A gázai övezetben még mindig több mint 130 túsz lehet, bár nem tudni, hogy hányan vannak életben. A zsidó állam elnöke közben kijelentette, Készen állnak egy újabb tűzszünetre a túszok kiszabadítása érdekében. A Hámász október 7-i brutális támadása során 1400 izraeli vesztette életét. A gázai műveletek kezdete óta palesztin oldalon több mint 20 ezer civil halt meg. Gázában egy kis baba szobájában bukkant a terrorszervezet egyik alagútjára az izraeli hadsereg. Egy ártatlan gyerekszobának tűnik, azonban a baba ágy alatt a Hamász egyik alagútja található. A Hamász gyerekszobákat, kiságyakat használ, hogy elrejtse azt, amit terrorra, mészárlásra használnak, mondta ez az izraeli katona. A zsidó állam erői újabb alagutak után kutatnak. Úgy értesültek, hogy ott rejtőzködhet a Hamász gázai főnöke, Haniye Sinuáris, és túszokat is találhatnak a járatrendszerben. Az iszlamista terrorszervezet közzétett egy videót, amelyben három ejtett idős férfi könyörög az izraeli hadseregnek, hogy mentsék meg őket, mert egyre rosszabb körülmények között tartják őket fogva. A felvétel láttán a hozzátartozókban felcsillant a remény. Was, uh, Öröm volt élve látni őket, hogy ülnek és beszélnek. Ugyanakkor megdöbbentő is volt. Olyanok voltak, mint a hosszú szakálú arabok, de ők valójában ugyanazok az emberek, akiket ismerek. Azt azonban észrevettem, hogy le vannak fogyva és gyengének is tűnnek, mondta az egyik idős csúszlánya. Az izraeli erők tovább támadják a gázai jövezetet. A terület déli részén Hanyunizban található Álnászer kórház az elmúlt 48 órában két ágyú támadást szenvedett el. Rafa városát is csapások érték. A Hamász vezette egészségügyi minisztérium szerint legalább 20 ember vesztette életét a légitámadásban. Az egyiptommal határos Rafákban északról menekült gázaiak tízezrei húzták meg magukat. A számuk tovább nőtt, mióta Izrael a Hányunizba folyó heves harcok miatt az ott élőket is felszólította, hogy meneküljenek délebre. Reggel hat óta két holtástát találtunk a romok között. Elhoztuk a buldózert, hogy eltávolítsuk a törmeléket, mert körülbelül tíz ember van alatta. Egy fiú, az apja, az anyja, a fiai és a lánya még most is alatta van, mondta ez a férfi. Közben az biztonsági tanácsa újabb tűzszüneti határozatról szavazhat. Több mint egy hete az Egyesült Államok vétója miatt bukott meg a tűzszüneti kezdeményezés. Sajtóinformációk szerint a mostani határozat azonnali és fenntartható tűzszünetet irányoz elő, a még mindig palesztin kézen lévő izraeli túszok feltétlen szabadon engedése mellett. És akkor maradjunk az izraeli konfliktusnál. Barna nőtt az áldozatok száma, ezt lehet már tudni, mik a legfrissebb adatok. Igen. 20 ezer fölé emelkedett a palesztin áldozatok száma, és több százzal, ugye ez sajnálatos esemény, és ez mind civil áldozatról van szó. Azt hozzá kell tenni, hogy ez a Hamásznak az adatai, tehát a Hamas által ellenőrzött egészségügyi minisztériumnak, a gázai egészségügyi minisztériumnak az adatai, és ezek ott a, ezek a gázai övezetre vonatkoznak ezek a számok, valamint már 133 izraeli katona esett el a a harcok kezdete óta, ezt viszont Jeruzsálem hozta nyilvánosságra, és akkor mutatom, mondom a legfrissebb híreket, először mutatunk egy térképet, amelyet minden alkalommal megszoktunk mutatni. Reggelente, íme itt látható a gázai övezet, mellettem a gázai övezetnek a különféle településeit láthatják, kék színnel jelöltük azokat a részeket, amelyeken, amelyeket az izraeli hadsereg már ellenőrzése alatt tart, jól látható az északi oldalon Gáza város, és Gáza városban gyakorlatilag körbevette az izraeli hadsereg ezt a a belvárosi részt, amely részben ezt a Jabalia nevű település részt takarja. Jabaliában volt egy nagy menekültábor is, és hát az izraeli hadsereg azt állítja, hogy ezek a részek ugye alá vannak, alá vannak alagutakkal, ásva gyakorlatilag a kórházak, menekültáborok, civil intézmények, ugye ezek azok, amelyeket ők támadnak, és ugye ez az, amelyet az ENSZ és minden más külföldi szervezet is nagyon sok kritikával illet, illet hogy ezeket az épületeket és ezeket a kórházakat, óvodákat, iskolákat, ő nem kellene támadni az izraeli hadseregnek, aki viszont azt mondja, hogy ide rejtőznek el a Hamas terroristái, és akkor délen ott láthatják Khan yunis is, amely szintén kék színek tarkítanak már, az azt jelenti, hogy behatoltak, a, a hadsereg erői behatoltak a városba, és itt is már területeket, illetve épületeket foglaltak el, és itt is nagyon sok épület már romba dőlt, és akkor ezekről a romokról egy pár szót. A háború kezdete óta legkevesebb 95 ezer épület rongálódott, vagy semmisült meg a gázai övezetben, de a valós szám elérheti a 120 ezret is. Ez derült ki egy független amerikai kutatócsoport elemzéséből a szabadon hozzáférhető műholdas felvételek és radarképek elemzése alapján arra jutottak, hogy a gázai övezet északi részén található épületek 60-72 a szenvedett károkat, vagy semmisült meg teljes egészében borzasztó nagy szám. Aztán az áldozatokról. A palesztin területen működő gázai kórházakban uralkodó állapotokkal kapcsolatban fejezte ki mély aggodalmát több ENSZ szervezet a tegnapi nap folyamán. Így fogalmaznak, felháborítónak nevezik a palesztin területen található kórházak elleni támadásokat, ugye erről beszéltem éppen az előbb. A Hán Júniszban található Nasser kórházat kétszer is ágyúzták az utóbbi 48 órában, és innen civil áldozatokról is beszámolt a Gázai Egészségügyi Minisztérium. Aztán, ami nagyon-nagyon fontos, Eszter is szóba hozta az elején, ez a bizonyos tűzszünet kérdése, hogy most lesz e újabb tűzszünet, vagy nem lesz tűzszünet. Nagyon-nagyon fontos lenne a tűzszünet azért, hogy a úszok kiszabadulhassanak a Hamas fogságából, illetve azért is, hogy a bent lévő, mint egy 2,2 millió civil lakos a gázai övezetben hozzájuthasson a segélyszállítmányokhoz, amely alapvető fontosságú lenne a terület szempontjából, az ő szempontjukból, élelmiszerekről, vízről, gyógyszerekről és egyéb más fontos felszerelésekről van szó, hiszen a lakosságnak már több mint 80%-a gyakorlatilag földön futó el kellett, hogy hagyja a saját lakását, és sátrakban, illetve össze épületekben élnek a területen, hozzájuk mindenféleképpen el kellene, hogy jussanak a segélyszállítmányok. A cnn eh, idézem, aki Michael Herzog Izrael Washingtoni nagykövetét eh, eh, idézte tulajdonképpen. Azt mondja eh, a nagykövet, Izrael kész szüneteltetni a harcokat Gázában, cserébe a lehető legtöbb túl szabadságáért, ezt idézi a CNN. Herzog azt is elmondta, túl korai lenne megmondani, hogy megállapodás születik-e, mivel a Hamasnak szélesebb körű követelései vannak, mint a legutóbbi fegyverszünetben. És most idézem a CNN által idézett nagykövetet, állandó tűzszünetben reménykednek, de remély, ment a Hamas, de reméli, hogy a harcok, valamint a katariak nyomására beleegyezik a Hamas az alkuba, ugyanakkor erről még korai beszélni a tárgyalások ezen szakaszában, ezt az idézetet hozta le a CNN. És akkor térjünk egy picit a vörös tenger kereskedelmi útvonalaira, amely nem kifejezetten gáza, de nagyon-nagyon fontos, mivel Európát rendkívül negatívan érintheti, hogyha ezt a bizonyos útvonalat valamilyen probléma ér, és már pedig úgy tűnik, hogy érte probléma. Ugye láthatják a térképen, ez a vörös tengerrel jelölt útvonalon, útvonalról van szó, ott látható a Jemen a képernyő közepén, és mellette egy szoros, ezen a szoroson halad át tulajdonképpen az EU forgalom egy része, amely a Vörös tengeren észak felé halad, és ott a Suezi csatornát elérve a földközi tengerre érkezik ki, ugye ez egy nagyon fontos európai ellátási útvonal, itt, itt halad keresztül egyébként a világkereskedelem mint egy 10%-a, a számítások szerint, és ez azért fontos, mert lerövidíti az utat Ázsiából, Európa, illetve akár Amerika irányába is, hogyha ez nincsen ez az útvonal, akkor ugye meg kell kerülni Afrikát, ami két hét pluszt jelent a számítások szerint egy-egy tartályhajó vagy konténerhajó esetében. Ö, nagyon fontos megvédeni ezt az útvonalat, és ugye a huszik, amelyek, akik egy milica, amely Jemenben található, és gyakorlatilag uralják az országot, Irán támogatásával támadásokat indítottak kereskedelmi hajók ellen, ott a szoros környékén, az Ádeni öbölben nagyjából, és ezeket a kereskedelmi hajókat rakétákkal, illetve drónokkal támadták az Egyesült Államok pedig lépett. A Vörös-tenger hajózási szabadságát célzó az Egyesült Államok vezető munkacsoport megalakítását jelentették be hétfőn, ezt Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszter jelentette be. A művelettel a Vöröstenger déli részén, valamint az Ádeni öbölben jelentkező biztonsági kihívásokra kívánnak válaszokat adni. A kezdeményezéshez az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Bahrein, Kanada és Norvégia is csatlakozott. Húszik álláspontja az, ezután is, hogy nem változtatnak a gázai konfliktussal kapcsolatos álláspontjukon, ugye ez jemeni álláspont jelen pillanatban. A felkelők Jemenben azt is közölték, az Izrael felé haladó minden hajó célpontnak tekintenek mindaddig, amíg az izraeli blokád alatt álló gázai övezet élelmiszerhez és orvosi felszereléshez nem jut. Egyfajta nyomásgyakorlás, ami minket európaiakat nagyon keményen érinthet, hogyha ez húzamosabb ideig fent marad. És akkor térjünk vissza Zelenszkihez és a beszédéhez. Egy pár részletet fogok hozni belőle még. Ugye az első részében az adásnak már beszélgettünk arról, hogy mit is mondott Volodymyr Zelenszkij és milyennek a háttere. Somkuti Bálinttal beszélgettünk és folytatni is fogjuk, de még egy pár részletet elmondok erről. Évértékelő sajtótájékoztatónak nevezték, ami 2023-ra vonatkozik. Oroszország semmilyen harci sikert nem ért el 2023-ban, így nem lehet Ukrajna vereségéről beszélni ezt mondta Volodymyr Zelenszky, hozzátette. Oroszország folyamatosan változtatta a háborúban elérendő céljait, amelyekből mostanra egy sem teljesült. Ugye nyilván ez Luhansk és Donetsk megyékre vonatkozik, a két régió, amelyet félig Oroszország ural, félig pedig Ukrajna tart a kezében. Most ezt nem sikerült, és ezért mondta Volodymyr Zelenszky azt, hogy nem sikerültek Oroszország hadi céljai. Az államfő abban bízik, hogy a partnerek, különösen az Egyesült Államok tovább támogatják Ukrajnát, mondta Zelenszki, idézem, bízom abban, hogy az Egyesült Államok nem fog elárulni minket, és amiben megállapodtunk az Egyesült Államokban, az teljes mértékben teljesül. Ugye ezt mondta Zelenszky. Aztán leszögezte azt is. Lehetetlen, hogy Ukrajna területének csupán egy része csatlakozzon a NATO-hoz, noha, mint kiemelte, Ukrajna soha nem is kapott ilyen javaslatot a partnereitől. NATO csatlakozás rendkívül fontos, milyen kapcsolatot alakít ki Ukrajna a jövőben a Védelmi Szövetséggel. Aztán kitért arra is, amiről már beszéltünk az előző részben, hogy parancsnokai szerint fél millió katonára van szüksége az ukrán fegyveres erőknek, Hozzátette, további részletekre van szüksége, mielőtt támogatná a lépést, utalva arra, hogy egyébként félmillió katona már a fronton van. Tehát ez nem egy elnöki kívánság, ez egy katonai javaslat volt, amelyet megfontolásra és megemlítésre méltónak tartotta az ukrán elnök, és akkor valóban Orbán Viktorról is, amit már beszéltünk hogy azt mondta róla, hogy csapata, bármint Volodymyr Zelenszkij csapata keresi a lehetőséget, hogy megszervezen egy találkozót a magyar kormányfővel, ahol bizonyos kérdésekre diplomáciai megoldásokat találhatnak. Ugye erről is már szó volt az első részben. Térjünk vissza a beszélgetéshez Somkuti Bálintal. Arra a részre térnék vissza elsősorban, hogy Oroszország teljesítette katonai céljait, céljait 2023-ban. Volodymyr Zelenszky szerint ugye ebből semmi nem teljesült. On hogyan látja? Orosz katonai célokat elég komolyan fogalmazták meg ahhoz, hogy, hogy ez a mondás akár igaz is legyen. Ugye a Vladimir Putin is arról beszélte az évértékelőjében, hogy náci tanítani kell Ukrajnát egy hatalomváltást kell elérni, és meg kell akadályozni, hogy a NATO csatlakozon, azaz kifejezetten semleges nagyon Ukrajna. Ezek a célok valóban nem teljesültek. De az, hogy katonai sikert nem ért el Oroszország, akkor Bakmut hogy esett el, és kinek a kezére került, és kinek a kezén van még most is. Tehát uh, Zelenszki elnöknek egy nagyon lendületes, vagy egy színészhez mérten jó előadása volt, egy nagyon közvetlen, laza stílusban testtartásban előadott beszédet láthatunk tőle, de mintha nem érzékelni a helyzetnek a súlyosságát. Ugye említette azt, hogy bízik abban az Egyesült Államok betartja az ígéretét. Na most erre fölten egy ország sorsát azért egy picit meredeknek tűnik. Hát már csak azért is meredeknek tűnik, mert az amerikai szenátus vezetői ugye azt mondták kedden, hogy az Ukrajnának nyújtandó további segélyekről arról majd legközelebb esetleg januárban beszélhetnek, sőt, egy demokrata politikus szerint az intézkedést valószínűleg januárra el is halasztják. Tehát ez azért nagyon beszédes szerintem, és nyilvánvalóan nem feltétlenül azt mutatja Amerika részéről, hogy száz százalékig tényleg nagy odaadással támogatná ezt a konfliktust. Az igazi kérdés az, hogy meddig rendelkezik Ukrajna elegendő tartalékkal. Ugye hallottunk olyan számokat is, amelyek szerint már januárban elfogynak a pénzügyi tartalékai, hallottam olyan verziót is, hogy márciusban, sőt az imf a vezető arról beszélt, hogy májusig elég Ukrajna pénzügyi helyzetének a rendezésére az az eszköz, pénzeszköz, ami rendelkezés áll. Ha ez a helyzet, akkor valóban nem sürgős ez a döntés. Ha viszont február-március környéki dátumokról beszélünk, akkor csak sürgős lenne. Egy dolgot kell látni, hogy megindult az amerikai elnökválasztásra való fölkészülés, és ennek a keretében az ukrán háború, amely nem kecsegtett gyors és határozott ukrán sikerekkel, ez már inkább teher a demokratáknak is, és ennek értelmében kell ennek értelmében kell értelmezni ezeket a szavakat. Vladimir Zelenszkijt ugye idéztük abból a szempontból is a NATO csatlakozás miatt, hogy lehetetlen, hogy Ukrajna területének csupán egy része csatlakozzon a NATO-hoz. Erről beszélünk gyakorlatilag itt egy éve. Kettő. Lehet, hogy kettő, igen, két éve beszélünk erről. Most ez mire vonatkozott ez a, nem nevezném beismerésnek, inkább csak a tények elfogadásának? Ő arra a javaslatra reagált valószínűleg, amely több nyugati országból érkezett, hogy engedje el azokat a területeket, amiket Ukrajnának nem sikerült a katonailag, és hát ha az oroszok belemennek abba, hogy az elvesztett területek nélküli Ukrajna csatlakozhat a NATO-hoz. Alapvető problémát az jelenti, hogy az orosz vezetés egyértelművé tette, hogy ő semmilyen olyan megállapodást nem támogat, amire Ukrajna NATO tag lesz. Hogy egy kis része Ukrajnának a fele, a 3 a 95 a számára az teljesen mellékes. Tehát az alapvető gondot folyamatosan abban látom, és mindig és mindig meglepnek a nyugati elemzők és az ukrán vezetés is azzal, hogy mint az orosz lehetőségeket, az orosz szándékot nem venik figyelembe. Békekötéshez két fél kell. Oroszország nélkül nem lehet békét kötni, ezt kéne felismerni. De ez le kéne ülni tárgyalni. Hát ezt az ellenzékének rendelben tiltotta meg magának, meg mindenki másnak is, illetve ki is hogy ezt nem fogja megtenni. Én úgy gondolom, hogy, hogy egyre egy nagyobb problémát ilyen nyugaton és a nyugati támogatású államokban, hogy háborúkba úgy kezdenek bele, akár védő, akár támadó háborúban nincs egyértelmű céljuk a végkifejlettel kapcsolatban. Vagy ha van, az irracionális. Iracionális volt Afganisztán és Irak demokratizálása, irracionális az is, hogy Ukrajna az összes területet vissza tudja foglalni az akkor még meglehetősen megrodjantnak tűnő Oroszországtól, most azért látjuk, hogy nem teljesen ez a helyzet. Sőt, hát a krim visszafoglalása, amiről szintén kettő éve beszélünk, Igen. teljesen lehetetlennek tűnik, és ugye egy mission impossible, hogyha használhatom ezt a kifejezést. Azért is érdekes ez a NATO csatlakozás, mert ugye pont Széjjártó Péter külgözösség és külügyminiszter is emlékeztetett minden Európai Uniós országot arra, hogy egy háborúban álló ország nem csatlakozhat a NATO-hoz, mert onnantól kezdve a NATO áll már háborúban azzal a bizonyos országgal, de erről is gyakorlatilag kettő éve beszélünk. Pontosan. Azt érdemes látni, hogy az ukrán vezetésnek egyértelműek a céljai, tehát őket ebből a szempontból nem lehet hibáztatni. Nagyon érdekes az a felvetés, amit most már John Mersheimer, amerikai jellemző ismert, hogy bizony volt egy majdnem teljesen előkészített béke megállapodás, békeszerződés Ukrán és Oroszország között, aminek, amitől a nyugati hatalmak nyomására lépett vissza az ukrán vezetés. Innentől kezdve érthető Zelenszkij elnök követelőzése a megígért támogatásért, hiszen ő az ország a sorsát tette föl arra, hogy, hogy a nyugat megfelelő mennyiségű támogatást ad neki, és ez a támogatás az, ami egyre inkább elhalmányolni látszik, úgyhogy érthető Zelenszkij elnöknek sokszor a valósággal is szembe menő Egy kicsit a nagyobb kitekintést teszünk Oroszország védelmére, mondjuk, mondjuk így. A, és a NATO-ra, akkor azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államok a Skandináv térségben most az elmúlt mondjuk héten nagyon sok védelmi megállapodást kötött Finnországgal, Dániával, Svédországgal, gyakorlatilag végigment, és mindenkivel olyan lehetőségeket teremtett, ami könnyítik az amerikai hadsereg létezését ezekben az országokban. Ha csak azt mondom, hogy például Finnországgal olyan megállapodást kötött, amelyek, amelyből az derül ki, hogy az Egyesült Államok használhatja például a laktanyáit Finnországnak, telepíthet akár katonákat is a térségekbe, hogyha jól értelmeztem, ezt mindjárt, hogy jól értelmeztem-e, és ez viszont orosz válaszlépést fog majd magával vonni. A, a NATO-nál nagyon fontos az, hogy a NATO, mint Védelmi Szövetség azért a hagyományos klasszikus szuverenitásba elég komolyan beleavatkozik. Egész egyszerűen arról van szó, hogy nem lehet minden egyes alkalommal parlamenti engedélyhez kötni külföldi csapatoknak a mozgatását és elhelyezését. Ja, az, alap, az amerikai hadseregnek, az amerikai alakulatoknak a státuszáról van egy ilyen kifejezés, Status of Forces Agreement, SFA megállapodás, vagy SFA, ami arról szól, hogy miként, milyen lehetőségei vannak a NATO csapatoknak, elsőbb az amerikai csapatoknak az adott ország területén, ilyen van egyébként Magyarországgal is. Tehát nem mindig lehet azt megvalósítani, hogy az adott parlament, az adott kormányzat hozzájárulásához kössenek bizonyos mozgásokat, ha katonai szükség, helyzet van. Tehát ezeket a megalapodásokat látjuk, ez igazából semmi extrát nem jelent. Ö, orosz részről nyilván idegesen reagálnak az összes ilyen típusú fejleményre, tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy Finnország és Védország, mint semleges államok ö, függetlenségét Oroszország garantált, ahogy Ukrajnáit is. Innentől kezdve minden két ország joggal érzi magát fenyegetve, hiszen Oroszország gyakorlatilag megszegte az által adott garanciát, és egy semleges állam, vagy egy korábban semlegesnek mondott állam ellenháborút kezdett. Tehát ezek a lépések, ezek gyakorlatilag semmi más, mint tiszta önvédelem. És sokkal fagyosabb lesz a helyzet, ha már így fogalmazhatok, egy skandináv állam esetében is? Hát, a Skandináv amúgy is fagyos a helyzet, de 2014 óta nem hiszem, hogy rosszabb lett a szituáció. Tehát ez igazából ez egy, ez egy normális folyamat, ez egy előlátható folyamat volt, azok a folyamatok zajlanak, amik egy NATO csatlakozáson átesett államban teljesen természetesek. Inkább csak akkor arra kérdeznék rá, hogy lehetséges-e, hogy kialakul egy, akár egy katonai jellegű konfliktus Skandináviában 1300 km-nyi nem tartom elképzelhetőnek, ott a terepviszonyok az időjárás szinte lehetetlen teszi egy nagy típusú modern gépesített hadviselést, ha meg igen, akkor olyan előkészületek történnek rá, amelyet egyértelműen láthatok a világbűrből is, tehát igazából nem tartok ott egy egy konfliktustól. Mire utalhat az, hogy Dánia, hogyha már ugye a skandináv országoknál tartunk, 1,8 milliárd Dán koronát, ami tulajdonképpen 92,8 milliárd forint különített el, hogy pénzügyi segítséget nyújton Svédországnak ahhoz, hogy páncélozott harci járműveket adományozzon Ukrajnának. Az a folyamat látszik, hogy a, a, azok a NATO tagállamok, amelyek korábban NATO tagállamok, vagy régebb NATO tagállamok, szinte teljes mértékben leépítették a fegyveres erőket most igazából Európában ütőképes hadsereges azoknak a semleges államoknak van, elsősorban Svédországnak és Finnországnak, de tegyük hozzá Svájcot is egyébként, akik a semlegességüket készültek fegyverrel is ténylegesen megvédeni. A Dánia már mindent odaadott, amit odaadhatott, az amúgy is leépített Dán hadsereg az utolsó 18 darab Cézár önjáró taraszkát adta át Ukrajnának, innentől kezdve ő már nem tud Ukrajnának katonák segíteni, viszont Svédországban és Finnországban még találtak olyan eszközök, amiket át lehet adni Ukrajnának a saját biztonságuk veszélyeztetése nélkül az árba meg, elég szűk markóan bánt a katonai mert ő is veszélyben van orosz részről. Tehát Svédország az egyetlen olyan állam, aki tud jelentősebb katonai segítséget nyújtani még Ukrajnának, és Dánia ezt készül finanszírozni. Mennyi időbe telik az, hogy mondjuk felújítsák a haderejüket ezek a skandináv államok, hogyha lehet ilyen időpontokról beszélni, ugye a NATO szeretné, hogy ezt a kétszázalékos célt legalább mindenki teljesítse? Mi a skandináv államok eleve is teljesítették, hiszen korábbi semleges mi voltukból fakadóan 2-3-4 százalékot mindig elköltöttek a védelmükre. E, igazából az európai kontinens államaival vannak ezek a problémák. Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, szinte az összes nagy állam messze az elvárt szint alatt teljesített, aminek az volt az oka, hogy nagyon kényelmes volt az amerikai védőerny alatt élni, és amikor megpróbálkoztak egy önálló európai fegyveres erő az amerikai az ilyen a módon, de mindig megakadályozták. Tehát innentől kezdve az amerikaiak és az európaiak, és ezben maguknak köszönhetik ezt a katonai fenyegetettséget, amely ki vannak téve, ami nem arról szól, és Putyin elnök is arra beszél, nem készül megtámadni az Európai Uniót vagy az európai országokat. De egy hatalom, egy nagy hatalom, ha lát egy katona esélyt arra, hogy kiteresz a befolyását, mert a másik oldalon olyan súlyos gyengeség van, mint ami most Európában tapasztalható, nem fog habozni, hogy megragadja az esélyt. Térjünk vissza Ukrajnához. Ukrajna elvileg növeli a kamikaze drónok gyártását, és olyan mennyiségbe tervez 155 mm karibelű lőszereket gyártani a területén, amely fedezni tudja a szükségletet és a partnerek által nyújtott segítség közötti különbséget. Ez ugye azért is érdekes hír, mert sokszor beszéltünk arról, hogy ezek lekövethetetlenek azok a fajta pénzek, amiket Ukrajna különböző nyugati országoktól kapott, ugye a, támogat, az, a, háború támogatása érdekében. Lehetséges ez a terv? Tehát ez egy, ez egy racionális táv, amit Ukrajna tervez, hogy növeli ezeknek a drónoknak a gyártását? Az Zelenszky egy millió darab drónról beszélt. Hát ez már az állom kategória. Ugyanúgy a 155 mm-es lőszereknél is az alapvető problémát a hozzávalóknak a beszerzése jelenti, és nem csak Ukrajna számára, hanem az egész nyugati világ számára. Tehát a, a, ezek a fejlesztések, az Egyesült Államok például megtriplázni készül a 155 mm-es lőszereg gyártását a saját területén 2028-ra. Tehát gyakorlatilag legjobb esetben is 2026-ra. Tehát ezek években mérhető projektek, és én úgy gondolom, hogy jelen információink alapján nincsenek évei már hátra ebben a házat, konfliktus így folytatódik tovább. Tehát ez a projekt egy nagyon jó gondolat, teljes mértékben elképzelhető, csak éppen a, a, realitásnak, az általunk látott információknak úgy tűnik nem felel meg. Én áttérnék most egy kicsit, pár percünk maradt Izrael Izraelre, egészen pontosan én erre a kereskedelmi részre, arra, hogy ugye a huszik támadják ezeket a kereskedelmi hajókat, hogy próbálják megbénítani és egy nyomást gyakorolni, mondjuk a kereskedelmen keresztül akár Európára, akár már Izraelre, vagy más hatalmakra. Hogy néz ez ki ott a helyszínen, ha veszük ezt a szorost, az Ádeni öböl területét, drónokat indítanak és rakétákat lőnek ki a huszik, és mondjuk egy amerikai romboló, ott állomásozik, és megpróbálja ezeket kivédeni, hogy megvédje a kereskedelmi hajókat, de ettől függetlenül azért nem kell elmondanom, hogy még találat ér egy tankert, amelyik teszem azt akár csak részben sérül és szenvedés, nem tudom hány millió liter olaj kerül a vízbe, ez mekkora problémákat okozhat ebben az öbölben. Miért nem lehet a huszikat megállítani ebben? A elég régóta hogy elég sikeres hadjátot folytatnak a szaudiak által támogatott kormányerők ellen, és megdöbbentő módon egy felkelőcsoporttól csoporttól meglepő módon olyan komoly képességekkel rendelkeznek, hogy képesek balisztikus rakétákat intani, illetve felszín-felszín rakétákat a hajók ellen most ezek a képességek azért egy nagyon komoly fenyegetésé teszik őket. Az igazi kérdés az az, hogy milyen felhatalmazással, milyen képességekkel rendelkezik az a kötelék, amit az Egyesült Államok összetrombitált, amelyben részt vesz Norvégia, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Arab Emirátusok, és meglepő módon a Szesel-szigetek is nyilván a támogatja ezt a, ezt a koalíciót. Ez igazából a klasszikus kereskedelmi hadviselés, a kereskedelmi hajók ellen indított támadás sorozat, amelyel általában úgy szoktak védekezni, a, a, amelyen úgy szoktak védekezni, hogy konvojokat alakítanak, amelyeket hadi hajók kísérnek. Úgyhogy most is ezt láthatjuk, ugye hasonlóképpen a szintén nem túl messze elhelyezkedő szomáliai kalózoknak a, a, támadásaitól, úgyhogy én úgy gondolom, hogy amennyiben ez a katonai védőernyő létrejön, akkor nem kényszerülnek a már említett több hetes kitérőre a kereskedelmi hajók, hanem katonai kíséret mellett fognak áthajózni ezen a területen én azt tartom egy picit aggodalmasnak, hogy előfordulhat, hogy a támadások intenzívebbé válnak, akkor egy katonai beavatkozás fog történni Jemen területén is. Iránnal, Bocsás, Bocsás, nem, nem mondja. Iránnal kapcsolatban ugye amerikai repülőgép hordozó állomáshozik a perzsa Öbölben is, ha jól tudom, és ugye Irán támogatja a huszikat, Lehetséges az, hogy mondjuk a, az Egyesült Államok Iránra fog nyomást gyakorolni, hogy a húszik ne legyenek képesek? Elképzelhető ez is. De ez egy katonai konfliktus Iránnal kapcsolatban kicsit másképp nézne ki, mint a jelenlegi, mondjuk egy aszimmetrikus vagy irreguláris összecsapások. Az azért egy nagyon durva eszkaláció lenne, és szerintem nem, még nem tartunk itt. Mi van akkor, hogyha a Vörös-tengeren tulajdonképpen ezek a szállítások befagynak, és egyszerűen leáll a Vörös-tengeri hajószállítás? Mostanra rájöttünk oda, hogy Háisknak a karácsony nem veszélyezteti, viszont hosszabb távon azzal, azzal a gonddal járhat, hogy a kialakult szállítási rendszert felboríthatja. Tehát azok a hajók, amelyeknek az útvonala most két-három héttel hosszabbá válik, az azt jelenti, hogy ezek nem fognak Kínába megérkezni január februárba és azok a szállítások, amik az Európai Unióba vagy akár máshova irányulnak, ezek jelentős csúszást fognak elszenvedni. Tehát egy ilyen típusú, úgynevezett point, folytópont környékén alkalmazott nyomás irán részéről rendkívül komoly globális következményekkel járhat. És az energiabiztonságot nézzük, például a katari cseppfolyósított földgázra gondolok akár. Ez, ez nagyon súlyos következményeket okozhat minden területen. Tehát az a tartalék alkatrészletektől kezdve az energiahordozókon át minden területet érinthet, és gondoljunk abba, hogyha Irán a husziknál ilyen komoly képességekkel rendelkezik, akkor mit tud csinálni a saját belvízinek tekintett Perzsálbölbe? Tehát innentől kezdve egy olyan világ kezd kibontakozni, ahol semmi se biztos, és az a fajta biztonság, az a fajta stabilitás, amit a globalizáció és a, a, a jelentős mértékben másik kontinensről beszerzett áruk és, és nyersanyagok jelentettek, ez egyre inkább megkérdőjeleződik. Úgyhogy sajnos a világrendszerváltásnak egy újabb olyan szakaszát, vagy olyan, újabb olyan területét látjuk, ahol az eddigi alapvetéséket ki kell dobni az ablakon. Jól érzem azt, hogy egyébként a világvezetői nincsenek felkészülve erre, erre a megoldásra és erre a helyzetre? A nyugati világvezetői nincsenek felkészülve. A nyugati világvezetői olyanok, mint a vakon vezetnének autót. És mindenki időnként bekiabálnak, nekik, hogy előttük van egy oszlop vagy egy piros lámpára, meg kéne állni. Tehát ezek a támadások, a huszik már a, a konfliktus kirobanása óta fenyegetőznek, több rakétát, cirkáló rakétát indultak Izrael felé. Egyértelmű volt, hogy a hozzájuk legközelebb eső, a számukra legkönnyebben értő eszközöket fogják alkalmazni, hogy az akaratukat kifejezzék és a nyomást gyakoroljanak a világra. Én nem értem azt, hogy mi zajlik a nyugati és az európai vezetők fejében, amikor ezekre mindig késő utólag reagálnak. Abszolút követőzen van a nyugati világ. Zsankuti köszönjük szépen. Műsorunkat pár perc szünet után folytatjuk, ugyanis például több vállalat, többek között a British Petrol is felfüggesztette a szállításokat a Vörös-tengeren. Tóth Máté energiajogász érkezik hozzánk. Tartsanak velünk a szünet után. És ez továbbra is a napindító. Köszöntjük Önöket, itt vagyok Ganner a külpolitikai szerkesztő kollégámmal, és köszöntjük a stúdióban Tóth Energia. Jó, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szegyis, Folytassuk ugye a vöröstengeri konfliktussal, mert már most ott is tulajdonképpen a jemeni húszilázadok miatt most már ott is konfliktus van. Több vállalat, többek között a British Petrol is felfüggesztette a szállítást. Beszéljünk erről, amennyiben egy ilyen komoly cég ezt felfüggesztette. Mi lehet ennek a további következménye? Ugye, lehet ez egy láncreakció? Jó. Erre kell sajnos számítani. A világkereskedelemnek a 10%-a halad keresztül ezen a szoroson, amiről méltatlanul keveset beszéltünk az utóbbi időben, mert mindenki ugye a hormuzi szorosra figyelt. Ez a túloldalon van, ez a Babel-Mandeb szoros, azért egy veszélyes szoros, mert aki a szuezi szoroson áthalad, az ezen is át kell, hogy haladjon, és viszont, mert ugye ez az egyik fő kereskedelmi ütőjér. és Ráadásul nem csak ugye, kereskedelmi, általában kereskedelmi hajók haladnak ott keresztül, hanem a, a, a világ energiaellátásának is egy, egy központi szállítási útvonala. Ezért van az, hogy a British Petrol és több energetikai vállalat is érintett most a, a támadásokban. Ugye a következmények pedig pontosan azok, hogy hogy a lemondott szállítmányok okán komoly ellátási következményekkel jár ez nyilvánvaló módon a célországra, hiszen ez nem csak a késlekedéseket jelenti, hanem a szállítások felfüggesztését is. Pontosan ezt jelentette be a British Petrol is, illetve több másik nagy vállalat is. Tehát valójában amíg a, a hormuzi szorosra figyeltünk, addig a, a hátsó kapukon egy másik szorosnál jelentkezett ugyanaz a, a, az a probléma, ugye ez a 20 miatti. Jelenség ez nem új a környéken, tehát korábban is voltak már ott támadások, ezek a, az Irán által támogatott jemeni lázadók, ugye Jemenben polgárháborús állapotok dúlnak elég régóta. Korábban is voltak ilyen, ilyen atakok a, a térségbe, de amióta ugye a gázai övezetben újfent ugye nyílt konfliktus van, bejelentette a Hamas támogatását a, a huszi közösségük, ugye nem hutik, nem tuszik, hanem huszik, akik, akik célzott támadásokat indítanak a kereskedelmi hajók ellen. Tehát valóban azt látjuk, hogy a, a, a kereskedelem, a nemzetközi kereskedelem már most érintett, az olajárak is reagáltak rá, tehát mind a brand típusú kőolaj, mint egyáltalán a világpiaci olajára már ezt érzi, és hát valóban vigyázó szemünket most erre az új szorosra kell, hogy vessük. Ritkán beszélünk arról, hogy mit okozna, mondjuk, hogyha a huszig sikeresen eltalálnának egy olajtankert, vagy említettük, hogy katari gáz, eltalálnak egy gázszállító hajót, ezeknek a hajóknak a méreteiről nekünk fogalmunk sincs, nem, nincsen Magyarországnak tengeri kikötője, hogy mekkora egy ilyen hajó, de én úgy tudom elképzelni, hogy ameddig csak a szellát, szemellát egy hajót lát. Ilyenkor az ember milyen környezeti károkat okozhat egy találat, egy sikeres támadás, és milyen, mekkora a robbanás? Például ezek csak ilyen így van. A Ez a második probléma, mert nyilván az első az a, az a milyen módon érintett a világkereskedelem és az árak, de hát rögtön ott van, hogy ezek azért veszélyes szállítmányok, tehát veszélyes üzem, mind a cseppfolyósított földgáz, mint pedig az olajnak a, a szállítása. Ilyen 50 ezer tonnás szállítmányokat képzeljünk el, olajszállítmányokat. Igazából talán a cseppfolyós földgáz még veszélyesebb. Tehát ezeket, ha eltalálják, ugye ezek, ezek elképesztő detonációval járnak, tehát lényegében, mint egy tényleges katonai bomba becsapódás. Tehát azok tudjuk hasonlítani, és hát elképesztő környezeti károkkal nem véletlen, hogy a a, még a háború előtti időkben, amíg meg nem változott Európa véleménye a csapfolyosított földgázról, addig a legnagyobb aggájt pontosan a csapfolyosított földgáznak a tengeri szállítása jelentette, mert hogy ezek olyan elképesztően veszélyes üzemek, olyan elképesztő környezeti károkkal fenyegetnek, ami nagyon nehezen felmérhető. Ugye egy földgáz földgázszállított tankert, ha, ha eltalálnak, akkor akkor az tényleg egy, egy elképesztően látványos rombolást is végez. Másrészt csak érdemes arra emlékeztetni, hogy csak tavaly, csak az Egyesült Államokból, egy átfejtő állomásból érkező Európába irányuló szállítmány e, e, kört csak azért csúszott egy hónapot, mert valamilyen, valamilyen gyulladás e, lángra kapott az amerikai terminális. Egy hónapig oltották, Te ez egy teljes hónap, amíg helyre áll. E, érthető módon ez ugyanolyan, mint amikor látjuk a, e, esetleg itt ott a, a földgáz belobbanni Azerbajdzsánba, Kazaksztánba van ilyen, ahol ugye nagyon vékony tároló réteg van, ugye ahhoz lehet analógiaként hasonlítani ezt, ahol a, a, a föld tároló rétegéből szivárog a gáz, van ilyen Baku mellett is ilyen Hegy, ami ég 50 éve, mert hogy nem lehet eloltani, ugye szivárog a földgáz, ez is ilyen, hogy nehéz eloltani. Amikor Magyarországon volt egy akorot a ilyen olajkút melletti tűz, akkor azt egy egy repülőből kiszerelt turbinával oltották el. Tehát azt tudod, csak olyan erőt kifejteni, hogy képzeljük a tengeren. Mint az iraki háborúban, annak idején 91 után, amikor égtek az olajkultak, de a magyarok mentek el oltani. Meg volt, meg volt a tudásunk, Igen. sajnos szerencsére, ugye megközelítés kérdése. Tehát ezek tényleg elképesztően veszélyes történetek, és hát nem véletlen, hogy biztonsági okokból a British Petrol is úgy döntött, hogy leállítja ezeket a szállítmányokat, ugye nem lehet kitenni ennek ezeket a, a szállítmányokat, semmilyen szempontból tehát nem csak az anyagi veszteség okán, hanem a környezeti károk tekintetében is. Beszéljünk egy óriási sikerről, méghozzá arról, hogy Bulgária visszavonta a gáztranzit törvényét, ugye ez Magyarország szempontjából, ez egy nagyon nagy sikernek könyvelhető el. Ez egy nagyon nagy siker, és meg is mutatja annak a jelentőségét, hogy, hogy, hogy kell a vétó, tehát akik ilyen, ilyen legyintenek, is és, és nem hagyja meg őket most az a, Legutóbb német-francia kezdeményezésként napirendre vett EU-s reformprogram, aminek a keretében megszüntetnék a, a, a vétó intézményét, vagy hát az egyhangúság intézményét az Európai Unióban, pontosan azért, hogy kikerüljék a, a blokkoló hatásokat, így Magyarország hatását is a külügyi biztonságpolitikai döntésekben, azok, azok elképesztően felelőtlen módon állnak a kérdéshez, mert hogy ezt a ezt a nagyon akut és a magyarországi ellátást is nagyon fenyegető hát jogalkotási kockázatot is úgy sikerült elhárítani, hogy a, a magyar külügy belengedte a bolgárok számára oly fontos Schengeni Egyezményhez való csatlakozás tekintetében a magyar vétót, és lámcsodát, ez a, a, a bolgároknak már az elfogadott törvénye, tehát ez már egy elfogadott jogszabály volt, és utol tudta érni, tehát van akkor ereje, hogy ezen megváltoztatták a bolgárok a döntésüket. Érdemes arra emlékeztetni, hogy ugye mi is ez a, ez a elem, amit lényegében kiszabtak a, a bolgárok. Ez az európai átlagos tranzitdíj több mint 20-szorosa összeget elérő olyan rendkívüli kifizetési kötelezettség lett volna, amivel kimondottan az orosz szállításokat akarták a déli áramlat, török áramlat, déli áramlat vezeték együttesen büntetni és hát ezzel megdrágították volna a szállításokat, amiket a Gazprom visszautasított, tehát a Gazprom ezt nem fizette ki, úgyhogy közvetlenül fenyegetette a, a helyzet azzal, hogy Európa ezen térségének az ellátása, ami nem csak Magyarországot jelenti, Szlovákiát, Csehországot és Ausztria fele is megy gáz, ezt ellehetetlenítse. Tehát ez sikerült egy ilyen bravúros huszárvágással tulajdonképpen megoldani, ami mutatja, hogy milyen értelme van az Európai Unióban a vétó intézményének, hiszen ez volt az az egyetlen csoda fegyver, ami működött a bolgárokkal szemben, ugye előtte már lényegében mindent végig próbálta a magyar külügy, és az összes többi ország is, hogy jobb belátásra bírja, például Szerbia a, a bolgár szomszédje. Talán köze van mindenhez a szankcióknak és az Európai Unió szankcióknak következő szankciós csomagnak, mint ahogy ahhoz is van valami köze, hogy Németország az elektromos autók támogatását ugye megszüntette, kicsit más témának tűnik, de hogyha innen nézzük a szankciók oldaláról, akkor összekapcsolhatjuk a kettőt. Hogy ne kapcsolhatnánk össze, sőt, ez pontosan a, a felelőtlen döntéseknek a, a, a következményeire világít rá, mert hogy ami Németországban is történt, ugye Bulgáriában is egy felelőtlen döntést hoztak, aminek a következményeivel nem számoltak, a következmények a többi ország ellátását illeti. A németek is hoztak egy felelőtlen döntést, ez pedig az elektromos autóknak a, a vásárlási támogatása volt. Ez a, a, a jelzőlámpa Koalíció zöld tagjának a, a déli bábos álmai keretében oktrojált, támogatás együttes lényegében, ami az alkotmánybíróság próbáját most nem állta ki Németországban, ami csak azért tanulságos, mert egyrészt ugye ami miatt a Német Alkotmánybíróság visszadobta ezt a, ezt a költségvetési átcsoportosítást lényegében, mert ugye ide nagyobb költségvetési hiányokat tömköd most a német kormány, és ezen zöld utópiát akarták más költségvetési fejezetek rovására megmenteni, hogy a, a, német jogállamiság, jogbiztonság nem teszi lehetővé ezeket az önkényes átcsoportosításokat. Ugye ismerősen hangzanak nekünk ezek a szavak, tehát tipikusan Magyarországnak szokták nekiszegezni ezeket az aggályokat. Hát lám, azért van mit söprögetni Németország portáján is, aki ugye előszeretettel hangoztatja ezeket a vádakat. A másik az, hogy, hogy és jó kérdés, hogy ezután megáll-e a saját lábán az elektromos autóipar, mert hogy eddig számolatlanul öntötték a támogatást, a vásárlási támogatás formájában az iparágba, hogy 15 millió autót akartak, elektromos autót látni a német utakon 2030-ra, jelenleg 1,3 millió autónál tartunk, tehát nem, még tényleg a, a tizedét nem érte el ez a szám, és úgy, hogy kiszámoltuk nagyjából évente 1,8 milliárd eurót öntöttek a, az elektromos autóvásárlási támogatás formájába az iparágba. Ennek ellenére nem sikerült áttörést elérni. Ennek az oka az, hogy, hogy megvették a németek az autókat, és eladták tehát ezzel a támogatással, tipikusan Skandináv országban. Tehát ki is folyt ez a támogatás. Ez egy átgondolatlan program volt, ami ugyanezt a felelőtlenséget mutatja. Ugyanaz a felelőtlenség ez egyébként, mint amikor az Európai Unió most ébredt, hogy az elektromos autó ipar előtt széleset át kapukon, beömlik az olcsó kínai termék, és megöli az európai iparnak az előny. Ez az esély után köpönyeg gondolkodás, tehát ezeket előre kellett volna felmérni, ezek mind a felelőtlen döntések körébe tartozó intézkedések. Hatástanulmányokat kellett volna készíteni talán. Biztos azt mondják, hogy készítettek egyébként. Majd egyszer előkerül, igen. ha volt ilyen, igen. Tóth Máténa, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Most pedig kapcsolunk Dunda Györgyhöz Kárpátaljára. Ugyanis, ahogy már mondtam, egy 41 éves férfi tervezett gránátokat csempészni Kárpátaljára, de az egyik ellenőrző ponton lefülelte a Kárpátaljai rendőrség fontos vezető Hír, de Volodymyr Zelenszky ö, beszédének is volt természetesen komoly visszhangja. Szervusz Gyuri, jó reggelt, kívánok! Beszéljünk erről a sajtótájékoztatóról. Milyen visszhangja volt az elnök beszédének Kárpátalján és Ukrajna szerte? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, hát nap mindenki nagy figyelemmel követte Volodymyr Zelenszky államfő beszédét, hogy valami konkrétum, valami iránymutató dolog megjelenik ebben, vagy elhangzik, viszont túl sok konkrét dolog nem hangzott el, amit érdemes kiemelni, és amiről leginkább az internetes médiatérben az emberek is beszélnek, ez a mozgósítás kérdése, hiszen Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy a katonai vezetés azt kéri tőle, hogy jövőre 2024 mint egy fél millió embert 500 ezer katonát mozgósítsanak. Ezzel kapcsolatosan Volodymyr állam államfő úgy fogalmazott, hogy hát ez nehezen kivitelezhető azért is, mert minden egyes olyan katonát, akit mozgósítanak, és a frontra a hadseregbe küldenek, ahhoz, hogy ő Ukrajnát el tudja tartani, hat civilnek kell dolgoznia és adót fizetnie, ami azt jelenti, hogy ha 500 ezer embert kellene fegyverbe öltöztetni, akkor 3 millió val több plusz munkavállalónak kellene jelenleg lennie Ukrajnában, ami egyszerűen fizikailag nem áll rendelkezésre, illetve értelemszerűen a piaci szektorban nincs is ennyi munkahely. Ugyanakkor azt már elemzők és politológusok teszik hozzá, hogy miután a sajtótájékoztatóján hat alkalommal is elmondta ezt a 500 ezre számot, hogy ezt kérik tőle a vezérkari főnökség, Valeri Zaluznyira utalt. Ezzel a politikai célja az lehetett, hogy gyengítse Valeri Zaluznyinak a pozícióját, hiszen a legfrissebb közvéleménykutatás kutatás is, amit a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet végzett, azt mutatja, hogy Volodymyr Zelenszkinen jelenleg egy ember van Ukrajnában, aki népszerűbb, ez pedig a vezérkari főnök Valeri Zaluzny, akinek az elfogadottsága, támogatottsága jócskán meghaladja 80%-ot, és csupán 5% utasítja őt el, míg Volodymyr Zelenszki államfő támogatottsága most már hosszú hónapok óta e, csökkenő tendenciát mutat, és jelenleg e, 62 százalékon áll, miközben a támogatottsága folyamatosan nő, tehát igazából a Zelenszki zaluzni ellentétre próbálják kérezni ezt a mondandóját, illetve az állampolgárság kapcsán is megszólalt. Itt arra kérte az országból elmenekülőket, hogy ne siessenek azzal, hogy lemondjanak az ukrán állampolgárságukról, várják meg a háború végét, és őrizzék meg az ukrán állampolgárságukat, ezért Ukrajna Kiev hajlandó lépéseket tenni a kettős állampolgárság elfogadása érdekében. Itt is idéznék egy nagyon érdekes közvélemény kutatást, amit az egyik kormánypárti képviselő asszony Marianna Bezuglaja készített, egy ilyen alternatív Facebook felmérés volt, aminek az eredménye alapján az ukrán férfiak 74%-a kész lenne lemondani az ukrán állampolgárságról, csak hogy megussza a sorozást, a nők esetében ez az arány pedig 57%-os, tehát az ukránok döntő többsége az állampolgárságától is megszabadulna, csak hogy ne kelljen fegyvert fognia a kezébe. Egyébként a Szoldi Mözelenszki államfő is ezen a idézett sajtótájékoztatón elismert, hogy ő érzékeli azt a társadalom részéről, hogy nagyon sokaknak elegük van a háborúból, nem akarnak harcolni, és gyakorlatilag befagyasztanák ezt a konfliktust a mostani határvonalak, a mostani állapotok mentén, de ő ismét leszögezte, hogy az Oroszországgal való tárgyalása részéről nem aktuális, ő egész biztosan nem ült tárgyalóasztalhoz, sőt, a 2022. február 24-i határokkal sem elégedne meg. Ő továbbra is a 91-es határok visszaállítását tartja elsődleges politikai-katonai céljának, ami hát magyarra fordítva azt jelenti, hogy euh, még nagyon sokáig elhúzódhat a háború, ha kizárólag kiérben múlik. Felszállt egy repülőgép Kijev repülőteréről, ez elméletileg nem lenne egy fontos hír, de elmondjuk, hogy a háború kezdete óta ez volt a negyedik ilyen repülőgép, ugyan utasok nem utaztak rajta, de mégis valamiért nagyon fontos, hogy ez megtörtént, sikerként értékelik-e azt, hogy beindult a Kievi repülőtér, mondhatjuk -e ezt egyáltalán? Hát az túlzás, hogy beindult, de valóban ez a negyedik gép, ami elhagyta a Boris Pili, a Kiem melletti legfőbb nemzetközi repülőteret. Ez egy Boeing gép volt, és az egyik európai légitársaságnak a gépe, amely ilyen módon gyakorlatilag haza repítette ezt a repülőgépét, nagyon szigorú biztonsági intézkedések mellett csak a személyzet tartózkodott a gépen, utasokat nem szállított, és valóban ez a negyedik ilyen gép. Ugye korábban a hajókat menekítették a fekete tenger térségéből, melyek Ukrajnában ragadtak a háború kitörése után. Most már, mint látjuk, a repülőgépekre is lassan sor kerül, és azt is hozzá kell tenni, hogy ukrán kormányzati szereplők többször mondták, hogy elgondolkodnak azon, hogy beindítsák azért a nemzetközi légi közlekedést, ha nem is a megszokott háború előtti hagyományos módon, hanem legalább bizonyos esetekben de itt nem is annyira kijevet, mint Lemberget emlegetik lehetséges terepként, sőt még az ungári nemzetközi reptér is felmedült, mert ez nagyon közel van az EU-s határokhoz, nagyon keveset kell az ukrán légtérben tölteniük a gépeknek, már is belépnek az EU-s légtérbe, és hát ez nagyobb biztonságot ad, mintha távolabbi pontról szállnának fel repülőgépek. Gyuri, nem lehet eleget beszélni a gránátos merénylőről. Ugye volt egy kárpátaljai védelmi tanácsülés, erről is beszélünk, de arról is, hogy egy 41 éves férfi akart grenátokat becsempészni Kárpátaljára, úgyhogy gyakorlatilag a védelmet fokozott, a, fokozott védelem, és természetesen szigorított védelem indult el Kárpátalja szerte. Mit tudsz erről pontosat? Igen, ez így van, ugye a múlt pénteki tragédiába végződött gránátrobbantás után, amikor az egyik munkácsi járási településen keresztként egy képviselő három gránátot robbantott fel, 26 a megsérültek egy önkormányzati képviselő meghalt. Ennek nyomán ülésezett a védelmi tanács, és elrendelt egyebek mellett a Kárpátaljára beérkező személyautók fokozott ellenőrzését, ezeket most átkutatják. Ilyen módon találtak egyébként négy gránátot a a Lembergből a Kárpátaljára vezető ellenőrző pont egyikén, és egyébként is az a helyzet, hogy akik a frontról hazatérnek, hát mondhatni, szuvenír gyaránt, nagyon sokszor gránátot hoznak magukkal, Kárpátalján ugye tragédiával végződött, de országszerte voltak, és vannak olyan esetek, hogy gránátokkal hát játszanak, nincs jobb szó erre, csak hát ez a játék, ez nagyon komoly és véres játék tud lenni. Ezt megakadályozva próbálják most a hatóságok nagyobb szigorral ellenőrizni a járműveket, hogy ne tudjanak becsempészni fegyvereket, gránátokat, de rengeteg fegyver van a háború miatt Ukrajnában, és látjuk, ez nagyon könnyen bajhoz vezethet. És a Kárpátai Megyei Védelmi Tanácsülésén arról is döntöttek, hogy fokozottan óvják és védik a gyermekintézményeket, ezért ezen túl a kárpátaljai iskolákban és óvodákban egy-egy rendőr fog szolgálatot teljesíteni, hogy még véletlenül se hozzanak be a gyerekintézményekbe esetleg gyermekek otthon talált glánátot, mert, mint említettem, sajnos a fegyverek nagyon könnyen kikerülnek a frontvonalból. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked ma is, hogy itt voltál velünk.